Az előző részben is így kezdtem, és most is, hogy vegyétek le a fejhallgatót, mert szeretnék beköszönni normálisan. Jó reggel, Vietnám! Szevasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a következő csodálatos videóval, ami nem más, mint egy farming szimulátor. Na gyerekek, az a szituáció, hogy itt kellene dolgokat csinálni, mert a Keeper az rá van pörögve az eseményekre, most már tényleg jó lenne valami pénzt is termelni, nem csak veszíteni. Úristen, sorskártyarész, várjatok gyerekek! Jó, elindítom az órát. Leginkább akkor kell, úgy érzem, hogy pontosnak lennünk, amikor az óra pörög tovább. A Keeper, mint egy Szent János bogár, repked a föld körül. Tűrűrű, dűrű. Na, ide egyébként egy jó nagy gép kéne ezekre a jó nedves hölgyekre. A vízbe itten rúg a gépét az Isten nyila. Hű, már lassan egyébként ki fog fogyni az üzemanyag a gépből. Feszolás. Ezt észre sem vette a Keeper. Na, meg kell tölteni a vetőgépet. Várjál már. Mindjárt megtöltjük a vetőgépet. Ezt úgy csatlakoztatom le, hogy így. Igen. Súlyjal együtt, mert különben nem fog... De, fel tudtam volna venni ezt. Nagyon messze vagyunk tőle? Azt hittem, hogy nem. De hát, hogyha messze vagyunk, akkor közelebb kell tolatni. Jaj. Ide állunk, de csak eléri ma. Aha. Jó, a műtrágya meg 30%-on van. Mondjuk azt is kéne, az távolabb van, egy kicsit odaárunk, és akkor... mindenki... Jó, gyerekek, nem beszélek a tervekről, annyira bele vagyok ám merülve. Ilyenkor mindig a Keeper halad, már az agya kattog azon, hogy éppen mi történik, aztán azért ilyenkor teljesen ki vagyok készülve. Na várjátok, srácok, ezt a időt el kéne vinnem, ezt a vasat innen majd. Mert ez így nem nagyon lesz jó. Valamivel ide kéne jönni érte. Lehet, hogy az MTZ-t félrehúzom, csak az a baj, nem jó ez nekünk, nem jó ez nekünk. Ide kell hozni valamit, ezt a zöld kéket ide hozom. Ezt azzal megpróbáljuk elvonszolni, bár az a súly lehet, hogy hanyar vágja. El kéne vinni ugye a kristálhoz, mert azt is tölteni kéne műtrágyával. Még jó, hogy van több gépek, mert különben itt tényleg megőrülnék már lassan. Mindjárt fölcsatlakozunk egy kicsit meg, aztán már visszük is. Ugye ezen is van 3 pont, és egyébként ez egy nagyon jó összetett gép. Csak egy picit lenne erősebb. Ha, megint nem nagyon akar kanyarodni, amúgy elmondom nektek. Na gyerekek. Hát, vannak bajok. Vannak bajok, gyerekek? Na, most már tengelyik, jó. Hátsó kereket figyeld el. Jó. Most örülök, hogy a kikec merge kéne. Menjél már innen ki. Ugye van ez a modifikáció, ami ilyen realisztikus talaj fizika, és ez most sikerült be. Sikerült, nagyon jó. Ez a gép, gyerekek, ezt ne vigyük bele semmilyen körülmények, semmilyen brutális helyzetbe, mert csak a baj van bele. Egyébként az első kerék is rúg, ami nem kellene neki, mert nem valószínű, hogy ez nem összkerekes. De hát jó van, gyerekek. Ja, hát ez tökig belesüllyedt. Az a baj ugye, hogy egyszer belesüllyed, akkor nehezen jön ki. Hú, baze! Hát ez frankó. Ez bocsánat a gyerekek, de valahogy ki kell levickélnem. Menj, nyomjad neki, Bore! Az, mindjárt kim van, jó van. Gyerekek, szétvágtuk a földet, mi? Na, menjék innen, azt a betyár. Már addig régen nem húztam volna az MTZ-re, hogy ide kell jönnöm. Kihúzom a föld szélére, aztán kristállal idejövök, azt valami lesz. Menj már. Na végre, kikapadsz innen. Na, jó van. Ó, gyerekek, nagyon vigyázni kell ez a gép. Ez nagyon csibész. Jó van, barátom, ez megbántam, hogy
Megbántam, hogy megtörtént ez. Jó, mindjárt félrehúzom. Ezt itt le is lerakjuk. Mondjuk itt. Félrehúzom valahova. És akkor odajárunk megtölteni a dolgokat. Az a baj, kéne még egy traktor, gyerekek, kéne még egy traktor. Kéne egy erős traktor, az a igazság, mert hát az a kék az csodálatos, így tojásokat szállítani, ha jól ez, vagy nem tudom, de erre a feladatra, hogy ilyen nagyobb dolgokat mozgatni, apám, nem éppen ildomos. Hova rakjuk le ezt, ahol nem zavaró? Valahol mindig szérűre kéne egyébként pakolni őket, mert ugye, hogyha így munkálom a földet hosszába, akkor ne legyen útba. Ha oldalra rakom, akkor ugye nem lesz útba. Egyébként tényleg ez is szemben. 30%-os slipje van. Jó, ezt itt adjuk, gyerekek. Hát még mindig nincsenek normális shelterem, meg semmi sajnos, mivel... Várjátok, ezt el is tüdíthatnám, ugye? Mivel ugye pénz. Már azért már kezd alakulni a gazdaságunk. Igaz, 1 milliárd eurótól olyan távol vagyok, mint ide. Dubaj körülbelül. Dubaj kétszer, vagy nem tudom. Gyorsan el vagyunk megtölteni. Hát utána meg még permetezni is kell, de egyébként azon gondolkodok, hogy a kéket azt lehet, hogy permetezni befogom. Mert azt csak elviszem, az nem lesz az olyan bonyolult neki. Oké. Ja, a kéket valószínű, hogy neki küldjük permetezni. Hát érzem én, hogy azt tudni fogja. Hát itt meg ugye elvileg eddig voltunk, eddig. Jó. Ennyi barátom, nyomjad neki. Nézzük a kékecskét. Figyeljetek, a permetezőt is csak elbírja. Ott a 3 pontos. Csak izére nem szabad leküldeni. Szántott, kultivált területre, mert akkor vannak a bajok. Aj. Megugrott, mint a hortiló. Ja, ilyen területre inkább akkor... így menjél, mert különben bajon vannak. Na, hol van a izénk? Hol van a permetezőn? Ott a föld szélében már arra készítettem egyszer, ugye? Egyébként frankó, élőben írnák egy ilyen kis gépet, de hát... Erős... neki nagyon a... fölművelés, meg az ilyen nagyobb dolgoknak a rangadása. De hát ezt a permetezőt talán ne bírjuk, nem? Hát ez csak nem olyan beszélyes. Az a baj, ugye nem tudod kompenzálni, mondjuk az elejére nem tudsz rakni súlyt, vagy ilyesmit, úgyhogy ezzel lehet itt szenvedni. Na gyerekek, hát ezt csak elviszed. Adjál neki. Permetezd le a területet. Jó. Nem akarja. Ah, nem akarja. Jó, hát akkor ezt nekem kell. Ne! Nem viszi el! Úristen! Motorlód maximumon van, gyerekek! Ja, ez a baj, jó van. Nem, egyszerűen nem tudja elvinni, gyerekek. Bekapcsolod, olyan szinten elviszi a motor teljesítményt, hogy semmi, nem esélytelen. Tényleg, amikor be van kapcsolva, nyomsz egy B-t, motor teljesítmény 100%, ugye mivel meg kell hajtani a permetezőt, jó. Hát ez a gépet egyébként nem sok értelme volt megvennem, úgy látom. Egyelőre nem vagyunk bele megelégedve. Jó, az itt meg közben, ugye, mit rágyálsz, visszahozzuk Krisztál, majd le. Legyomírtozza nekünk, csak sajnos akkor mindig ott vagyunk, hogy megint egy gép azért hibatika van, hiányzik, jó volna azért még. Egy porkosit nem lehet ezzel elhúzni, úgyhogy bajos. Igen, úgyhogy bajos a dolog. Nem sok értelme volt ennek a gépnek. Meg is bántam egy picit, megmondom őszintén. Ennyi erővel, hát igen, ennyi erővel lehet, hogy kellett volna egy UTB-t. Úgy is írtátok, hogy UTB. Figyeljetek, ez a gép, ez nem jó. Ez figyelj, hogyha egy permetezőt nem tudsz vele elvinni, akkor menjen el a francba, nem? Most nem azért, de tényleg egy permetezőt nem tud elvinni. Úgyhogy azt csináljuk, hogy figyeljük a gépi munkásokat, hogy csinálják el a dolgot, de ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ugye ezt megengedem valamilyen
szemes cuccal, vagy akármivel megrakod, azt meg nem tud mozdulni. Meg 21, mindenképp nézzünk egy UTV-t, gyerekek, úgyis szeretitek az UTV-t, három gépnek kell lennie most már. Még egy rohadt pótkocsit se tudok vinni, hogyha nincs. Ezt eladjuk, és akkor nézzünk egy UTV-t. Ez később majd a nagyobb területeknél mindenképpen fogunk venni, igen, Dutrát, meg Rábát. De egyelőre nem. Úristen, ma kártyahúzás. Lehet, hogy el fogok bukni valamit. Úristen, lehet, hogy egy földet. Mi a szart fogok csinálni, gyerekek? Mit csináljunk, úristen? Befejezte a munkát egy segítő. Jó, meg is csináltad. Tök jó, nézzük rá. Itt nézem, hogy itt még vannak bajok, barátom. Meg itt ugye itt végig kell futni, úgy látom, mert itt... Itt megint látni, hogy a szín nem stimmel. Mindig ezt a csikot hagyja ugye el. Meg... A legvégét, úgyhogy annyira nem gond, meg tudjuk csinálni. Csak ez ilyen időveszteség. Ugye nagy egyenes területek lesznek majd a túloldalt, azon majd nem lesz annyi probléma. Meg ott ugye, hogyha esetleg van egy kis híja is, nem annyira kell vele foglalkozni, mert azért nagy terület van hozzá. Minden csodálatos. Jó. Elmegyünk, lerakjuk a... Figyeljetek, és mindjárt végez az MTZ a izlejével. A földel. Át lehet rakni a következőre, borzalom. Nagyon jó pörgünk, nagyon jó pörgünk. Ezt ugye megint be a checkmatbe sajnos, hát bocsánat érte, de ez ilyen. Mehetünk a permetezőért. Kis madár táblat. Legalább látjuk, hogy mi, hol vagyunk. Már majdnem akkor a területünk van, mint az egész TS-telep. Egyébként komolyan még a betont is köszönhet talán, mennyi lenne a TS-telep. Hát lehetne minden is. Oké. Na, mennyit el tudod végezni ezt a feladatot? Na, tessék. Még le is engedtem, ilyen ügyes. Dologra paraszt! Nyomjad neki! Mindjárt ránézünk az MTZ-re, mondjuk az még dolgozik ezerre, ez szépen ezt megcsinálja. Jó, a gyomok tűnnek el. 100%-ra trágyázott, ugye. Gyom nulla lesz. Maradni kell majd a... Ja, ízét a kéket elvisszük eladni. Hát ez nem tudom, hogy itt... Hoppá, ezt csinálja tovább, beszarsz neki, hallod, az másik földön. Jó, van, nincs is semmi gond. Csináld csak a barátom. Tök jó, jó van, ho-ho-ho-ho-ho, királysággal. Áttévedt a másik földre, majd hogyha végez, akkor ugye meg tudjuk oldani azt, hogy mi az. Leszedem a szélét, vagy körbehúzom, mert ugye láttam, vannak problémák. Gyerekek, ennyi búza, hogy sem. Kíváncsi vagyok, mit fogunk ezen keresni ezen a búzán. Ezen a búzán 28 ezeret össze kell kapni, egy hookfarmot el kell kezdeni indítani. Baze, sorskártya gyerekek! Beszorok! Sorskártya! Jó, hát ezt ennek semmi értelme. Ez gyerekek, ez egy szenvedés volt az a gép. Annyi, elvittük bele a fát. Egyébként azt írtátok, várjál, mennyire lehet eladni? Ha megjavítom, akkor sokkal jobb. Nézzük meg, eladás, ugye? Javítani nem is lehetne még, jó? Eladás. Mennyire vettük el ezt a kotlát? Mennyire adtuk el? Most 5960-ra adtuk. Ugye megnézem, mennyire vettük, csak azért nagyon érdekel. Mit buktunk rajta? Hol vagy picinyem? Hol vagy picinyem? Hol van? Már még nem találom. Á, itt van. 19. Hát nem ezen buktunk olyan végtelen mennyiségük. Többbe kerül, mondjuk egy gépi munkással megcsinálhatni a földet. Ja, 1500, de nem veszünk Dutrát természetesen. Ilyeneket nem csinálunk, hogy ilyen trükkös dolgokat. MTZ 15 ezer. Vannak jók, vannak jók. Ez megint olyan lenne, hogy semmi. 18 lóerő, gyerekek. Hány lóerő is volt az a kicsike? Szandém már meg. 22 lóerő, hát nem csoda, hogy nem vitte semmit apám, aló, 22 lóerő! Jó van, felejtsétek el ilyet. Nézzük meg az UTB-ket, azok jó olcsó voltak. 3000, lelokott UTB. UTB trapéz, homlok lakodott, homlok csatolót tudja.
Homlok rakodó csatoló. Na, mi van ma? Mi van ma, More? Kifagytunk. Egyébként ez olyan csinip, de egyébként ez meg olyan vicces, hogy le van lagva. Ezt úgy bírom. És ez a, viszont ez a hátsó ablak, az tudja, hogy el van csaszörülve. Hú, gyerekek. Figyelj, micsoda kormány izé van. Kormány, itt a kordán csukló, vagy kétszer, és úgy megy előre az első híthez. Hát ez nem olyan rossz. 650, UTB, jó kis izé, Coca-Cola, régi feliratta, jó, le van lagva. Szerintem ez jó. Hány ló? 65 ló. Tök jó. Igaz, nincs akkora, mint az MTZ, várja? Lehet. MTZ. Ez nem kell nekünk. Homlokrakodó csatoló, az kell. 4500-ba fáj minden este. Ugye? Elvileg föl tudjuk rakni a normál homlokrakodót, vagy azt a homlokrakodót is, ami nekem van. Abban nem vagyok benne biztos, de mindegy, 1500-ért veszük be pluszba. 4500, jó. Még olcsóbban kijöttünk, mint a izével. Mint azzal a szarral, ami jó volt. Nem? És kacog. Júj, fotás. Kicsit el van fárva a karakter, így a lieg egyet. Na, nézzük. Ugye most a fényhatás nem az igazi. Gyerekek, ez az ablak, ez nem jól van beillesztve a modba. Látod? Ezt jól mondtam. Valaki mondta, hogy nem, az olyan. Hát olyan sajnos, csak nem jó. Mekkora föllépő van, pedig? De ez nem a legszebb egyébként ez a mod. Nem is tudom, hát jó, ilyen. Jó, az a Coca-Cola, az már oda ver. Ilyen régi Coca-Cola. De úristen! Mi ez a füst? Mi ez a tyukol? Izé, csirkáháló itt. Jézus Isten, de ez a füst! Hallod, ez nagyon beteg. Mennyibe megyünk? Hoppá, ez megy 40-re, hallod? 43 lenne a vége, és nyílen nyomom, és 40-re tud. De azért oda van írva, hogy 40, mi? Szakadéknak lefele. De ez jó. Figyelj, 40-re tud. Jaj, azt a betyár, félre kellett rántra. Itt lesz a tyuk rendezvény. A 40-re tud azért egész jó, biztos terhelve már annyira nem, de hát jó van, gyerekek. Ne legyünk telhetetlenek. Na! Milyen hangja van? Amikor lassítasz? Motorfékeny. Kezdi. Na, mi a szituáció? Nézzük meg. Szerintem a kristálunk már végzett közben. Ó, milyen hangja van? Tyup. Jó. Jó, tetszik, gyerekek, tetszik. Hol van az Eto kristál? Hol vagy, barátom? Hogy van? Jó, ez megvégzett. Ugye valószínűleg megint a szélét nem permetezte le. Hú, gyerekek, sorskártya, bazd, elfeledkezett a Keeper. Na jó van, ez meg hadd csinálja addig. El lesz vedve az összes kerület. Na, akkor... Ja, itt nincs lepermetezve. Jó, gyerekek, oké. Akkor sorskártya, nem húzzuk az időt tovább. Nem tökölünk, nyomjuk neki. Igen, ez még az előző, oké, és akkor tudjátok, mert azt ki is lépek innen, és akkor csinálunk egy keverést, és akkor vannak ám olyanok, hogy ellopták egy gépedet, meg elvesztette egy földet, úgyhogy tényleg nem tudom, hogy mi lesz, vágjunk bele. Gyerekek, bazd, esküszöm, hogy nem csalok. Esküszöm. 30 ezer euró segély. Ott van, nyertél az axiál nyereményjátékban az előző. Bazd, komolyan mondom, nyugodtan töltsétek le, ezt nem lehet megbundázni. És tele van szarkártyákkal, meg lehet nézni. Nyugodtan nézzétek végig, tele van szarkártyákkal. 30 ezeret nyertem. És ez azt hiszem már másodszor volt ez a kártya. Bassz a gyerekek, megőrülök, komolyan mondom, én nem bírom ezt már tovább. Hát nem lehetünk ekkora rohadt mákosok. Mákos tészták vagyunk, mi ez? Nem hiszem el. Már rendesen szégyellem magam, gyerekek.
Rendesen szégyellem magam, hogy ma mi történik ebben a játékban. Esküszöm, gyerekek, komolyan mondom. És itt ma megint mit várakoznak, ha játszok? Néha így megőrülök ezek. Hallod? Megvan ez a föld. És ez tele van, ez az enyém az a fa? Az enyém, úristen. Van itt az elejénben ilyen fák, amiket, ez már lehet, hogy nem az enyém, sőt. Egy darab fa, jó. Oké, semmi gond. Egy darab fán van. Érdekes. Érdekes, hogy ezt az enyémnek írja. Gyerekek, megőrülök, komolyan mondom, hát mi folyik itt gyöngyösen? Eddig van ez a föld határ? Itt pedig ez a kettő fát még ott, azt még annak írja, hogy az enyém, ezt a kettőt. Érdekes, az mégse. Kicsit ilyen bugos, a térkép nem jó egyébként szerintem. A térkép nem tökéletes. Nem ott mutatja a fákat, ahol vannak valóságban, mert itt mutat fákat, az benne a területemet. Az az egy fal, enyém meg ez. Hallod, ezt a rohadt nagy földet megtudtam. Jaj, morán, komolyan mondom, én ma tényleg szégyellem a pofámat. Hát a gyukfarmok indulnak, hallod? Édes Isten, na mi történik? Mi folyik itt gyöngyösen? Komolyan mondom. Mi folyik itt gyöngyösen? Nem tudom, ezt már nem tudom feldolgozni, komolyan mondom. Nem tudom feldolgozni. Jó, ezt itt el kell vetnem ugye, mert nem nagyon sikerült neki teljesen, de... Gyerekek, komolyan mondom, még van egy olyan kártya, hogy ugye háromszor kihúzod egyszer egymás után, ilyen 100 milliót, már attól félek, hogy azt meg lesz fazza, komolyan mondom már. Jaj, a Sanyi meg tüsszentett egy akkorát, hogy én meg... Sanyika! Mi csinálsz? Valamikor elkezd tüsszögni, és fél óráig tüsszög, az jó lesz. Hát ezt nem hiszem el. Komolyan mondom. Bár pörgetek az időbe, hogy menjen az idő. Esküszöm. Nem tudom elhinni. Szerintem ez a sorskártya, ez már másodszor jött ki. És nyugodtan töltsétek le ezt a field akármicsodát, de... Nem lehet itt trükközni, hát ez... Nehogy véletlenül bárki is azt higgye, mert... Mázdista vagyok, nem tudom mi történt. Komolyan. Ja, ezt le kéne húznom még itt, ugye? Nem értem. Komolyan mondom, nem értem. De hát jó, örülünk neki, ragyó. Közelebb jutottunk a célunkhoz, a tyúk farmhoz, hát best, nem tudom, őrület, ez az egész egy őrület, ami most itt történik. Kicsit szürreális már, hogy ennyit nyertünk. Ugye ezelőtt 25 ezeret nyertünk. Nem hiszem el. Mindig várom, hogy nem az, hogy várom, hanem számítok arra, hogy úristen, biztos valami nagyon szörnyű kártyát húzunk. Hát erre meg mindig kihúzunk egy ilyen marhajót, ez nagyon durva. Az nagyon durva, hogy ezeket a pici földeket, komolyan mondom, el fogom dobni most már lassan, mármint ezt a földet, mert ez egy rémálom, ez az egy föld. Mert ezen itt tizen gazdálkodni, ez megőrülsz. Lehet, hogy kihagytam még egy foltot, de inkább csináljuk a dolgokat. Itt is meg kéne nézni, hogy nincs-e kihagyva, hát itt ki van hagyva, a legvége az mindenképpen. Átnézzük, hogy nem-e maradt el való, aztán nőjön a búza. Szarassunk, azt legyen pénzünk tyúkokra, bozzá. A tyúkokra kell, meg ugye a búzát megtermeljük nekik a kaját, ezt a mindjárt belefogunk, akkor... Okay. Komolyan mondom, hogy ezt nem tudom elhinni, hogy ez történik. Hogy ekkora pénzeket nyerünk folyamatosan. Még jó, hogy nem raktunk bele nagyobb pénzt, hát itt már... Na túl könnyű mondjuk. Hát nem könnyű egyáltalán, mert azért a milliárd eurótól olyan messze vagyunk, tényleg mind ide Dubaj, de... Ezt itt lehúztuk. Megnézzük, még valahol van-e valami problém. Egyébként a kettő közét azt jó lenne összeszántani. Ezt itt nem tudom a másikkal, mert ugye itt út van. Szóval az semmiképpen nem fog menni. Gyerekek, vettem egy UTV-t, erre meg nyerünk még egy földet is. Há? Fölfoghatatlan. Fölfoghatatlan számomra.
Oké. Okay. Jó, van, ez is megvan. Van benne bőven mindenféle anyag. Lehet, hogy meg is el nem töltött meg, mert teljesen felesleges egyelőre még. Ide félreállunk, ahogy szoktunk. Kikapcsoljuk, kiszállunk, és akkor ezzel a krisztállal itt be kéne fejeznem a gyomírtást. Ugye ugyanúgy mindig ezt a félét hagyja már, ezt ugye tudjuk már. Semmi gond. Ezt a szélét. Elég nagy, nagyon nagy helyen kihagyta egyébként. Mert ugye minél nagyobb az eszköz, annál nagyobbat hagy el, amikor a végére ér. De ugye elvileg pont akkora, hogy így át tudod fogni. Egyszerű. És ugye rá kellene küldenem valamelyik gépet. Közben meg esteledik. Nincsen semmi baj, nem gond, hogy esteledik. Ugye még van egy csomó dolgunk. Át kéne vinni ezt a gyomírtót a másik földre. Ide. És ide kellene helyeznem. Mert itt valószínűleg gyomosodni fog. Mindjárt meg is nézem, hogy gyomosodik-e. Nem is kicsit. Mondjuk nem az egész. És így lehet, hogy reggelig pörgetünk. És addig ugye begyomosodik, meg minden megtörténik. Meg a mehetne a műtrágya. Akkor vigyél, használjuk már az UTP-t műtrágyázásra. Ha már egyszer van. Elindultunk! Jó. Lámpecskú. Hátsó lámpecskú. Minden tökéletes. Egyébként nehezen indul el. Már itt ilyen nehezen kezdi el a műveletet. Úgy gyerekek, jó, hogy nem a kabinba hordja az ezt a jövőt. Szóval valahol ide raktam, ugye a... Mit rágya szórót? Hova tettem? Vagy a... Valahova... Hova tettem a képer? Hát, hogy beletörgetek az időben, mert így meg nem is látok semmit. Hova te... Hova tetted a mit rágya szórót? Vagy mekkora fénye van ennek az UTV-nek ma rá? Itt van-e? Regyeinek a békák már. Ezt jól betettem oda, öcsém. Jó teszem. Ja, egy kicsit dinamikusabban belepörgetek. Legyen reggel. Legalább. Hát az üzemeltetési költség, meg ezek még rettenetesen keves. Kevésbe fájnak, úgyhogy tudod neki örülni. Meg lehet, hogy addig kéne várni minimum, míg eláll az eső, úgyhogy addig még egy picit pörgető. Ugye meg is lesz. Á, nem áll el az eső. Nem boldog a keeper. De elállt, jó. Oké. Okay. Nagy a keresled a pályaudvari malomba valamire. Hú, gyerekek, ez nagyon... ez nagyon-nagyon csúnyán néz ki. Elvileg, ugye ez kellene megtrágyázni, úgyhogy ez mehet is az UTB. Megnézzük, hogy mennyire frankon dolgozik. Mennyi mondom? Bazi, elcsesztem! Nem lehet már trágyázni, mi? Ebben a növekedési szakaszban már nem lehet trágyázni, tudti? De. Milyen franc? Most elcsesztem, várja. Nem, 82. Itt meg 50. Akkor miért nem csinálja? Most az UTB miért nem akar dolgozni? Nem, ez megint nem dolgozik. De miért nem? Most nekem kell? Ne viccelj! Jó, mindegy. De néha, most ez miért nem csinálja? De érdekes, mert ugye kiírja, hogy megtrágyázott hány százalék. Ez még mi van már belőtt? Beért? Jaj, more! Remélem, hogy ilyenkor még használ neki a minden. Jaj, gyerekek, jaj. Mondani, hogy bement a barázdába, de jól nézett ki. Van, körbehúzom mindenképpen, meg a másikat is. A másik, az beérett, az nem baj, mert ugye az meg volt a kettő trágyázás, meg volt a
meg volt a nyomírtás, úgyhogy az egy tökéletes föld lett ott. Úgyhogy neki is fogjuk mindjárt ugratni a combine-t. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz frankó. Nekem elvileg a színe változnia kellene, hogy megfárjázott. Mert nem indul el rajta a munkás, de hogyha rámész, akkor utána írja, hogy ugye hány százalékban megtrágyadott. Szóval nem igazán értem az egészet. Meg arra vagyok kíváncsi, hogy ezt még a legutolsó fázisban gyomírtani tudom-e? Hogy az még számít-e neki? Vagy minél előbb kellett volna? Mindjárt kiderül. Viszont itt aztán lesz búza. Na gyerekek, úristen, megvan a izé. A búzából tyúkokat fogunk menni, és neki fogunk állni a tyúk nevelésnek, gyerekek. Mind a kriptovalutát úgy fogjuk tolni a tyúkokat, hallod? Esküszöm. Meg figyelj, fogy a műtrágya. Akkor csak jó. Csak működik, meg csak tökéletesen működik. Meg kiírja, hogy ugye trájázott, szóval itt még a, nem a legutolsó stádiumban van, tehát nem a beéredbe, akkor elvileg működnie kell. Hát kb. Remélem, hogy jó szórom le nagyjából. Lehet, hogy egy kicsit sűrűn megyünk, de inkább legyen sűrűbb, mint kevés legyen. Neki még le kellene azt a másik földet is. Combine szerintem már bőven nekiállíthatnám, úgyhogy csapassuk. Várjál, még mindig pörget az időt? Fia vagy Keeper? Na, ezt nem akartuk. Rádiót bekapcsolni, Dick. Biztos copyrightos. Na jó, még itt lehúzom a legszélét. Aztán hadd menjen. Aztán átmegyünk, Combine-t elindítjuk. És akkor hordjuk a búzát. Mindenképp kell egy kis búzát félre raknom. Figyeljetek, lehet, hogy az UTB legyen a ízés melós, a tyúkos traktorunk? Nem tudom. Na várjatok, akkor annyit csinálok, álljál meg. Na most megnézem. És látod, írja, hogy megtrágyázott 100%, oké, hogy gyomos is. Azon agyalok, hogy ezt lerakom most ezt a műtrágyázott, és megpróbáljuk egy másik traktorral, hogy az elkezdi-e csinálni. Vagy az UTB hibája. Nem tudom, hogy most ezt eldönteni. Itt elvileg ezt még ugye kellene trágyázni. Mindjárt hozom a... Ugye hozom az MTZ-t, hogy az csinálja. Hogyha azt csinálja, akkor ez valami... az UTB-nek valami bugja. Kíváncsi vagyok, várjátok, mondjuk nem ide kellett volna megállnom. Hogy kéne megállni, hogy ugye a föld mellé. A végébe soha. Oké, gyerekek, oké. Egyre jobb a TS, majd egy kicsit össze fogunk pakolni, és eltelt, építünk meg mindent. Csak valamennyire induljunk meg a termelésbe. Hol van egy nagyon szép. Jaj, beérett, bazze. Diga az, beérett. Ilyenkor most már hiába nyomírtózom, meg hiába csinálok bármit. Na most erre kíváncsi vagyok. Hát ilyenkor már valószínű hiába, ugye? Ugye ezt egy elég jól sikerült elcseszni a Keepernek. De egyébként az MTZ-t csinálta volna. Jó, ezt már nem fogja csinálni, meg most már elegedjük. Az MTZ-t csinálta volna, az előző nem volt beérve. Na jó, hát akkor se gyomírtás, se semmi. Jó, beérett minden. Hazze! Nem hiszed el. Jó, jó gyomos lesz. Hát ezt most, megmondom őszintén, egy kicsit sajnálom. De hát már ez van, akkor álljunk neki aratni. Jó van gyerekek, aratás lesz. Ja, ez egy kicsit ilyen elcseszett lett. Nagyon bocsánatot kérek mindenkitől. Biztos mondjátok, hogy hú, hát ez jó gyomosra hagytad. Erre jobban figyelünk, nem pörgetjük ész nélkül, ugye át akartam pörgetni az esőt, meg át akartam pörgetni az éjszakát. Hát erre már... Viszont ez a föld, ez tökéletes. Ez a föld tökéletes lett, az a másik kettő, az gyomos annyi, meg mindjárt megnézzük egyébként, hogy milyen. Mindjárt megnézzük, gyerekek. Jó van, dologra paraszt. Nyomjon neki. Teljesen mindegy, milyen szarszórásom van, várja. Jó.
Hát így is hover. Nem kell összegyűjteni, mert nem balázunk. Úgy van. Úgy van haver, csináld csak. Akkor annyi az egész, hogy akkor ez ugye, meglátjátok, megtrágyázott 100%, gyom 0%, nézzük meg a többit, hogy mennyire vagy szar. Hát igen, ez gyomos, meg még ráadásul csak 50%-ra van trágyázva, viszont ez 100%-ra van trágyázva, és gyomos. Úgyhogy ez mind a három, ez az, amelyiken vagy a combine, az perfect, hát ez nem a legjobb. Ugye az annyi, hogy gyomos, meg tudjuk ugye nézni, meg lehet nézni, nem is tudom, hogy hol van az az info, hogy... Azt nézem, hogy hol van az. Hogy? Pillanat, a gyerekek, meg akarom nézni, hogy mennyit buktunk gyakorlatilag. Termés javítás. Na, hogyha gyomos. Hát, hogyha gyomos, akkor mínusz 20%, ugye? A műtrágyázás meg, mivel egyszer ugye nem csináltuk meg, az buktunk a plusz 25%-ot. Tehát plusz 50% lett volna kétszer, és a gyakorlatilag 25%-ot buktunk, meg 20%-ot az egyik földön, másikon meg gyakorlatilag mind a kettőt. Az egyiken ugye csak a gyomosság van, mert ezen ugye megvan a megtrágyázás, ezen csak gyomos, tehát ezen 20%-ot buktunk, ezen 25 meg 20%-ot. Szóval az elég szar. Azt nézem, azt hittem megtellett a combine, de csak fordul. Ja, itt lesznek problémák egyébként ezzel a combine-nal. Viszont ez az UTB, arra tök jó lenne, hogy hordjuk vele a szemet, mert gyors. És hol van a portkocsim? Júj, a pótkocsink az nagyon messze van. Jó, nem kell mennünk érte, gyerekek. Nem akarok lerakni erről mindent. Figyelj, 40-nel tudunk menni, elhasítunk a pótért. Akkor ez teljesen fölösleges, hogy itt van. Szegény, ez már gyomos is marad. Azon gondolkozok egyébként, ilyenkor már nem tudod legyomírtózni. Meg kellene próbálni. Lehet, hogy ilyenkor is számít a gyomosság. Nézzük meg, hogy mi történik. Nem, gyerekek, ilyenkor is nagyon jó. Ilyenkor is még meg tudod csinálni a gyomírtást. Úgyhogy ez szintén 100%-os terület lesz. Ilyenkor is meg tudod csinálni, nézd. Tudod, ilyen 68-nak, itt, ugye itt már lenyit. Mit csinál ez apám? Ja nem, ja, várjál. Itt már nem csinálja, hogy... Itt még van egy kis rész. Ezt még megcsinálja, ugye, ami nincs beérve. Úgyhogy tévedés volt a keeper részéről. Amikor már be van érve, akkor halottnak a csók, akkor semmit nem érsz el. Jó, ez meg nyomja neki okosan. Elmegyünk a pótért. Gyerekek, komolyan mondom. Na, ez viszont fürge, ez jó. Ez 40-en végig tudunk dörgölni. Ennek ennyi elődje azért megvan mindenképpen. Oké, srácok. Ennyi előnye. Ezzel mondjuk lehet hordani az utcot. Mondjuk az a Coca-Cola felirat miatt néha nem látni kell, az egy kicsit olyan kellemetlen. Rájuk a pautért. Ugye ez nem olyan nagy hozammal rendelkezik, nem is kicsivel, de nem olyan nagyjal, mint a krumpli, szóval nem lesz az, hogy ilyen horribilis mennyiségünk lesz, mert azért lesz belőle bőve. Meg ugye tudunk válogatni, hogy hol fogjuk eladni, az is egy, az sem az utolsó szempont. Minimum egy-két tyúkolat akarnék venni, és elkezdeném ezt a tyúkos gazdaságolást, gazdálkodást. Nem, el akarom kezdeni ezt a tyúkozást, gyerekek. Víz kell nekik, mondjuk kellene akkor egy tartály, az ugye nem ártana, amivel tudunk vizet vinni. Lehet, hogy veszünk oda egy kutat, hogy ne innen kelljen vinni. Lesznek ilyen kiszolgáló létesítmények az elején, ahol mondjuk silót tudunk tárolni, vizet tudunk vételezni, ilyenek legyenek, én úgy gondolom. És akkor legyen utána
tyú. Meg akkor lehetne olyan is, hogy ahol leburítom mondjuk a búzat, és akkor egy helyen lesz, és akkor homlokrakodóval neki lehet adni végig a tyúkoknak. Egyébként egy embert föl lehetne venni simán, hogyha van egy csomó tyúkot, hogy ő gyakorlatilag ilyen állatokra vigyáz, nem? Egyébként ez megy az UTV, mint az őrült, csak 43 a vége, azt írja, és 40 nem megy, azt nem nagyon értem. Tehát jó van, annyi bajunk legyen szerintem. Meg egyébként viszont, hogyha az UTV-t belegondoltad, akkor hogyha lesz pénzünk, és ez tényleg leginkább, hát mondjuk azért elég univerzális egy traktor, de hogyha előbb-utóbb kell egy gép, amivel hordod a szemet, meg mindent, akkor mindenképp terrautóba érdemes befetszelni, mert sokkal nagyobb kapacitású, sokkal gyorsabb. És hogyha már tényleg van olyan traktor, amit csak fuvarozni használsz, akkor nem biztos, hogy érdemes arra tartani traktort, akkor már érdemesebb egy terrautót. Könnyen beszélek gyerekek, amikor izét van mi. Jön a lóvé agyba főbe. Na, román pótkocsi, román traktor, gyerekek! Nagyon, nagyon otthon vagyunk vele. Jó, van itt meg, ja, itt mindig belekeveredik. Figyeljetek, letaposás mód nincs, úgyhogy mellé állunk. Hadd menjen. Mennyi a sebessége ebben? Tempo volt. Ez körül. Attal megy, úgy látom ez a kombány, úgyhogy jó. Szuper gyerekek, megy az aratás. Mi az még kicsi gépekkel? Ne figyeljetek, ez már egy haladás. Ürit szépen. Félre megyünk. Azt mondod, befejezted a munkát. Figyeld, befejezte a munkát, beszarok. Komolyan mondom. De a munkások, most mi történt? Mi történt veled? Mi a? Mi a? Csipke bugyó vesző? Ha hallod? Komolyan mondom, most miért hagyta abba a melót? Ez őrület. Néha gyerekek. Viszont ez a forduló köröcsé. Ez hallod? Ízén megfordul egy csatorna fedélen. Viszont a vágóasztal szélessége az elég szolid. De mennyi az annyi? Még volt benne egyébként. 17%, 1700. Még volt benne bőven. Jó. Három földön azért lesz. De viszont ugye a hozam nem lesz olyan jó a másik kettőn. Hát semmi gond, ez van gyerekek. Lehet, hogy picit rendet rakok. Meg megnézzük, hogy tyúkok mennyibe kerülnek. Picit rendet rakok, mert ugye ennek például semmi értelme. Nincs, meg kéne tölteni őket, mindent, és akkor lenne egy kicsit. Így, aratás van, srácok, aratás van. A következő részre már mindenképpen tyúk hegyek lesznek. Na várjátok, megtöltjük ezt először. Jó, ez 2000 literes, ez nem gyenge. Össze kéne pakolni. Az a baj, nincs hova. Ez a nagy gond, gyerekek. Itt a fa alá pakolgatok, ez elég gázos. Jó, addig összepakolok mindenképp. Itt van, nézzük. Ilyen kultivátor szanaszéje. Ugye kultivátort, sőt a kultivátort meg is küldhetném már. Kombány után, ugye normálisan aratna. De ugye nem normálisan arat, úgyhogy ezzel vannak gondok. Gyerekek, komolyan mondom, a végén még meg lesz az 1 milliárd euró. Már mondhatni, bízok benne. Esküszöm a gyerekek. 3 traktorunk van, ne viccelj, beszarás. De valami gép mindenképp kell majd a tyúkokhoz, hogy ne az legyen. Hát először mondjuk lehet, hogy veszek egy talicskát, meg egy lapátot. Ja, valószínű, amíg még kevés tyúkunk van, aztán belapátolom nekik a cuccot. Jó, nincs az a gond. Úgyhogy az valószínű az lesz. Követni egy izét. Ez mit tisztult meg az nem tényleg? Nem tisztult meg. Követni egy talicskát oda. Lapátot, aztán lehet dobni neki a izét. Dobni nekik a cuccot, gyerekek.
Ja, hát ilyen placos kellene, amiben, ahol leböntöm majd a búzát, ugye egy helyen legyen. Úgyhogy érdekes dolgok lesznek itt még, ám. Kicsit próbálok rendet rakni, mert itt az őrület van. Az a baj, nincs semmi shelterem. Hogy valami betonos plac vagy bármi lenne, ahol tudok pakolni, nem a fák alá. Ez lehet, hogy egy baráti lenne. A vetőgépet meg innen a földről töltöm. Ó, megy ám oda klassz, de nézd, hogy porzik. Mint a földön lévő ládából töltjük. Zsákból a vetőgépet, aztán akkor az elkopjon onnan. Hát valami sheltert ki kell találnom, mert ez egy szörnyű dolog ez így. Hát ide, ezt fel kell áldoznom, ezt a földet feláldozom. Gyerekek, veszünk egy hengert majd, aztán feláldozom akkor ezt a legyföldet. És akkor ide hátulra sheltereket meg ilyeneket fogunk csinálni. Ó, még mindig nem tellettél vagy? Hát akkor jó van. Örültem volna, hogyha elfogysz. Vagyis még mindig nem fogyott el. Ó, gyerekek, mondjuk a vetőt az ki is vihetném, meg ki is vihetném a kultivátort. Aztán, hogyha vége az aratásnak, akkor küldhetném tovább végig. Egyelőre buzázom mindenképpen, úgy gondolom. Lehet, hogy majd kellene egy... erre a földre ide áthozom. Takarodj be egy hektárt, beszarsz gyerekek, komolyan mondom. Tiszta jók vagyunk, majd kikapcsolom a MTZ-t, vagyis beállítom. Nézzük meg, ó, ez tök jó rész ki, porzik. Mi porzik, mi öcsém? Nyomjad neki. Frankó. Adja, jó van, szuper. Ja, ezt a földet learatjuk. És akkor föl is áldozom. Ha az a jó, hogyha le van aranyva, ha tarló, akkor... akkor izé, akkor kemény. Szóval jó lehet rá pakolni. Szóval mindenképp az lett gyerekek, ezt learatjuk. Nem üsvetem be fűvel, mert az a baj, fű van, akkor meg ilyen nagy fű. Mindenképp tarlót hagyok itt. Az lesz, srácok. Úgyhogy ez így jó. Oké. Nem mondod, beakadtál valamibe. Figyelj, ekkora fordulókör. Oda nézzek. Ezt közben meg lehet fordulni vele tényleg egy 20 forintoson. Figyelj. És hova mész, ha egyszer így meg tudsz fordulni? Barátom, ne örítsen meg a... ne örítsél meg! Érdekes hangokat ad. Ez a kombány az érdekes hangokat. A durva jól néz ki a búzalba ez a... pótkocsi. Ugye mellé állok. Na, induljunk már. Én mellé járok, ürítsen. Egyébként olyan lassan ürít, hogy az őrület. Az vágjátok, milyen lassan ürített az előbb? Oké, srácok. Látjátok? Az etnikum itt dolgozik-e? Néger a melós! Nem vicceljetek, nincs itt racizmus. Álljál meg haver, amit kiürítünk, nyugodjál meg. Aztán utána megy ez tovább. Ja, ez egyébként az jó, hogy a búzának nincs egy atom nagy hozama. Meg ugye a babnak még kevesebb van, szóval nem kell annyit fordulni. Ugye megnézzük, nagyjából számolunk, hogy kb. Mire fogunk számítani. Mennyi pénzre? Hú, persze. Ez aztán tényleg lassan őrít, töcsém. Oda nézzél. Na, akkor van nekünk 4000 ekkora területről. Mindjárt megmondom, hogy kb. Mennyire lehet számítani. Hát szerintem ennek a területnek még minimum... hát... oké, az a duplája. Háromszorosa van. Tehát akkor én szerintem egy olyan... 12.000 literre fogok számolni. A 12.000 liter, ugye az összes területről, megnézzük, hogy mennyit fog adni körülbelül. 12.000 liter. 1000 liter,
Persze, az a jó lemmar. Mondjuk 700, 1000 liter 700, akkor ugye 10 liter az 7000. Hát ez egy, mi olyan 8, 8000-et fogunk kaszálni ebből. Ennyiből. De hogy belegondolsz egyébként, a krumpli is kb. Ennyit hoz. Kb. Minden ugyanannyit hoz. Azt kell, arra kell, hogy rájöjjek, nem? Kb. Minden ugyanannyit. Mondjuk ezzel talán kevesebb munka van. Mármint, hogy később, főleg. Ugye szélesebb kombány van, szélesebb betőt tudsz használni. A krumpli azért általában, a krumpli ültetők azok nem olyan, nincsenek olyan szélesek, meg a krumpli szedők nincsenek olyan szélesek, mint például egy kombány, amivel ugye kukoricát, vagy esetleg nem kukoricát, hanem mondjuk búzát takarítasz be. Megnéztem volna nagyon ezt a izét, ezeket a, jó, ilyenkor még ugye megy szépen az idő, jó. Kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra, állatolokra. Amit kinéztünk magunknak, valahogy mivel még a tyúkokat el is kell hozni, mi? Azt hiszem, a tyúkokat is szállítani kell? Vagy azt lehet, hogy nem. Nem, a tyúkokat nem kell szállítani. Csigérkéket tarthatod. 6500. Hát egy ilyet vennék. Csak az a baj, hogy meg sem tudom nézni addig, amíg nincs annyi. Úgyhogy lehet, hogy le kéne adni ezt a ló, izét, búzát. Hú, ebben a részben pedig akartam egy tyúkolat mindenképp venni. Na várjatok, ha nem is tyúkolat, egyéb, megint körülnézünk gyereket, mert néhány dologra szükségünk van. Biztos, hogy ellátja víztartályod a fővíz, ez érdekes. Ilyen izé, eladópont, tűzifa eladópont. Tudunk lerakni, ugye lehet tűzifát üzletelni. A kút az 2000-be kerül, jó drága. Ez mi? És víztorony? Na itt szaj. Ez neki víztorony? 1500. Ez nem víztorony, inkább. Na itt is egy kút. A víztoronynak van írva. €20 per óra. Csak nincs annyi pénzünk, hogy megnézzük. Ja, hát vizet kellene oda egyébként telepítenem, de most egyelőre még nem olyan fontos. Ja, kéne egy tyúkot. Azt azon gondolkozok, ugye meg kellene úgy csinálnom, most elmegyek arra egy picit, hogy itt a legelső részén ilyen ellátó létesítmények legyenek. Mondjuk eddig nem építek semmit. És akkor itt majd kialakítunk ugye mondjuk egy olyan placot, ahol öntöm a búzát, lehet ugye víztorony, akármicsoda, a parkoló a gépnek, és akkor innen lenne végig, hát rengeteg, ez hatalmas ugye ez a rész. Egyébként ezt még felszántani sem lenne rossz, de inkább nincs erőm ahhoz, hogy felszántsam. Tök jó, hogy itt szemben van, tök jó. Meg előbb-utóbb mindenképp kell egy olyan, ami a tyúkok foglalkozok valahol, meg az állatokkal. Hát most akkor ne egy kész szántót alakítsunk át, hanem ha már ott van az a füves rész, akkor alakítsuk át azt, arra gondoltam. Jó. Nézzük meg, hogy áll a búza. Ebben még van 800. El kellene adni. Figyeljetek. Mellé állunk. Eladjuk. És akkor minimum egy tyúkolat veszünk. És azt hiszem, hogy tyúkolba abban simán meg tudod venni a tyúkot. Nem kell elszállítani. Ugye nem úgy, mint például malacot. Én úgy emlékszem erre. Jó, hát ez itt bele van bonyolódva, nem kicsit. Úgyhogy sajnos vannak bajok. Álljál meg! Kinyerjük belőle, eladjuk, és egy darab tyúkolat mindenképp veszünk, és megnézzük, hogy ez hogy van felépülve. Hova kell bele a... És veszünk egy tyúkot, gyerekek! Ebben a részben ezt mindenképp szeretném megcsinálni. Na, gyerekek, 5 tonna búza. Meg is érzi az UTB. Hiába ugye gyors. Azért ereje kisebb van, mint egy MT-nek. Gyerekek, ez a rendesen ide kormol, hallod? Kéri az energiát. Viszont, ha fölgyorsul, akkor azért tud menni.
Hát egy fékocsi ízért viszünk. Egy fékocsi. Búzát eladás. Várjál, ha hol van eladás, ne vicceljél, mész mind a meccses. Központi gomonelevátor, azt meg pont azt hiszem, hogy ott van, ugye? Ha jól emlékszem, ott volt. Out hard. Pályaudvari malom és központi kapor elevátor. De várj, mi? Na, azt pedig a bon elevátor ott van, jó. Oké. Okay. Jó. 700. Hát ennyit adnak érte, ugye nem emelkedik, nem csökken, az a legjobb bár. Az a legjobb bár, ugye? Megnézem, hogy ötször. Oké. Okay. Jó. Ne adjuk gyerekek 700-ba, nekiállunk a tyúkoknak. Mindenképp kell vinni arra egy kisebb adag. Vagy ez MTZ legyen? Az a baj, oda egy kicsi gép kellene. Vagy lehet, hogy nem, először nem is lesz gép, tudjátok mi? Először nem lesz gép, hanem először azt csináljuk, hogy lapáttal. Oda futok, dobok a tyúkoknak enni. Amikor már nagyon annyit zobálnak, hogy kell gép, akkor majd rakunk oda gépet, külön gépet. Meg hát, hogy maximum el tudjuk onnan hozni, ha nem kell. Azért jó lenne oda egy gép, nem? Gondolkozok folyamatosan, tényleg, hogy lenne jó. Azért valamilyen szinten kéne tárválni is. Vajon már kell? Itt tudok bemenni? Ott van, ott mutatja, jó. Akkor a füstben nem látok ki gyerekek, komolyan mondom. Szerintem ez legalább megy, aszfaltos úton azért tud menni. Na gyerekek, nagy pénz, beugrik a zsákba. Ez olyan 3500 körül, számoljunk. Annyit nem, de majdnem. Olyan 3200-ra számítok. Jó. Nem számoltam ki pontosan, csak ilyen kis satszolás volt. Jó gyerekek! 6000, nem is tudom, 6000-be kerül a izé? A tyúkol. Most ez a tyúkolra annyira rá vagyok kattamadik. Elviszitek, nagyon durván. Van 900, és tudom, de csak 6 van benne, érted? 6 fér, szar, nem jó, nem kell akkora. 6500, ne szórakozz! 6700-ok már. Gyerek, az összes pénzüket elverjük a tyúkokra. Komolyan mondom. Ezt veszek egy tyúkot, nem tudom, mennyibe kerül egy tyúk. Élete, komolyan nem is... Ebben a farming szimulátorban sose csináltam ezt a tikozást. Hallod? Vesszük a tyúkot, az lesz a leves annyi. Nagyon jó. Gyerekek, tiszta burzsúlyak vagyunk már, hallod? Komolyan mondom. Annyi dolgunk van, egy idő után annyi dolgunk lesz. Mindenképp nagy földekkel meg kell gondolkodni, gyerekek. Tényleg, abban gondolkodjatok. Minél nagyobb földek, úgyhogy a kicsi földeket, azokat egy idő után lehet, hogy annyira nem is fogjuk megművelni. Hanem lehet, hogy más célra fogjuk felhasználni, falkra, vagy ilyesmire, nagy földek, vagy pedig minél nagyobb földek összeszántva. Ugye tényleg az, és minél nagyobb gépekkel, gyorsan, nagy pénzek. És ugye minél többet adsz el itt most már, lehet, hogy érdemes lenne betárolni majd, megvárni, hogy nagyobb magas ára van, figyelni, hogy mikor volt mennyi, és mikor érdemes eladni. De ugye minél többet adsz el, annál nagyobb a veszteség, hogyha szar áron adod el. Ki az az áron, mi? Mennyi az évi fizetése? Ki az az évi? Na gyerekek. Jó. Visszagyüttünk, ugye itt még van pénz. Még mi dupla ennyit össze fogunk szedni. Úgyhogy annyira nem rossz. Hát jó, nem ezen, tényleg még nem fogunk ezen milliárdokat keresni, de legalább most már azért van valami. Látszottja, hogy fölvászok a létre, ne! Hoppá! Ide ülök mellé, nyomjad neki testvérem! Tök kár, hogy a gépeken nem maradnak meg így a karakterek. Tudom, van olyan mód, de az nem ugyanez. Na gyerekek, tyúkol! Jön a tyúkol téma. Hallod, ez a keeper most erre olyan szinten rá van állva. Nézzük, ez mekkora egyébként. Hát ez nem kicsi. Várja. Jó, már izé a hosszabb, már is van állva.
Na figyeljetek, arról beszéltem, na ezt meg kell nézni, hogy hova kell kaját adni neki. Nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül úgy rakjam, hogy amit nem érek el. Jó. Úgy látom, hogy itt kell a kaját adni neki, és itt van a tojás is, ugye? Nem, a tojás az oda belőle kerül. Nem baj, ezt ki lehet rakni kézzel. De itt van a kaja, és itt van a pia beadó hely. Ez nagyon fontos, hogy nehogy az legyen. Hány sor férne el? Azt hiszem, hány sor férne el bele? Egy biztos. Középen ugye elég egy traktorra elmenni. Kettő. Hát lehet, hogy csak kettő. Eddig tudom rakni. Ja, van egy olyan mód ugye, hogy bárhova tudom rakni, az egy jó dolog. Na néha tök hülyeség, hogy nem tudod valahol rakni. Mert ugye ez nem is a én területem. De mondjuk lehet, hogy nem is engedné, sőt, biztos. Igen, akkor honnan kezdjük? Ugye legyen, itt lesznek ilyen létesítmények. Körülbelül szerintem egy itt kéne kezdenem. Így. Olyan érzés. Szóval meglessük, oké? Okay? Hogy ez mégis mi lett ebből. Pillanat, gyerekek, várjál már! Arat a combine? Lószart. Átrakom másik földre. Tudom, hogy itt még van. De addig dolgozzon, amíg én megnézem azt a... Halljátok, mindenképpen dolgozni akar, ne vicceljék. Átrakom erre, mert a másik az még nincs is beérve teljesen. Nem 10 évvel odébb állunk. Gyerekek, hallod? Nagyon rá van pörögve a dolgokra, Keeper. Nem? Ilyen MTZ, UTB, piros itt minden. Na, induljunk. Lehet, hogy el is megyek arra, megnézem bele. Miért nem? Majd egyszer. Itt hagyom a pótot, azt tudok itt üríteni, ahogy van. Na, a gyerekek. Oh yeah! Wow! Mi a cucc ez? Mi a cucc? Na nézzük, mi ez? Nem, itt, ez mi? Itt tudok venni tyúkot? Aha, itt tudok venni tyúkot. Ide kell a búza. Hol kell a víz? Akkor kinyitása. Ide mi kell? Ez mi? Ide jön a tojás, gondolom. Aha. Show icon, hide icon. El tudod tüntetni az ikonokat, hogyha zavarok. Tök jó. Ez nagyon jó. Ezt a gyerekek, ez bejön. De várj, víz nem kell nekik. Ide kell a víz. Nem jövök rá. Majd gondolom, hogy szerintem lehet, hogy béna vagyok. Lehet, hogy ide kell a víz. Itt van egy ilyen slag. Nem tudom pontosan. De víz az kell nekik, ugye? Hát azt mondja, na várjál. Megyünk egy tyúkot. 50 egy tyúk. Ne vicceljé. Egyenlegünk 179. Ha megyünk egy tyúkot. Fejéret. Nem mindegy. Jó, szállítási díjat kell fizetned, hogyha... Nem te szállít... Jó, hát nem szállítom, gyerekek. Ó, 15 bekerült a jövő szállítási díjat itt. Na, hello, szevasz! Hey, de jó! Ki a baj a képe meg? Süketőnek az emberek. De nagyon adja, van egy tyúk. Jó, gyere ide, hallod, megnézlek! De jó! Van tyúk, oké, okay, várja. És ezt, tudom-e valahogy megnézni, hogy mi hiányzik neki? Hát egy lapát izét adhatnék neki. Készlet. Igen, és azt el is lehet adni, ahogy van. Jó, nem adjuk el. Figyelj, ki ne menjen a tík. Oké, okay, van egy tyúkunk. 50 fér el, ugye? Ide kellene neki blúza. Kellene egyébként ilyen placot, azon gondolkoztam csinálni. Úgy, gyerekek, annyira bele vagyok feledkezve, pedig már megint lement az ide, ugye?
itt az egyébnél van, vagy nem is, nem az egyébnél a dekoráció, de vannak ilyen betonplacok, amiket le tudsz rakni. Mindjárt meglátod. Nem tudom, mennyibe fáj. Hol van, nincs. Itt van-e? 500-ba kerül. Nincs rá pénzünk, de ugye ilyet például leraksz, és akkor rá lehetne önteni a búzát. De egyébként most nem is olyan fontos, hogy ráönteni. Ó, figyelj de. És ugye 50 csirke, sorba rakod, 10 darab már 500 csirke. Aztán csak valamit hoznak. Na, a vizet azt nem tudom, hogy lehet nekik adni, vagy hogy működik, mert ezt meg kell néznem. Nem, tényleg, esküszöm, nem tudom. Nem hiszem, de már megint azt írja. Mit csinál ez a kombájnos? Ez egy sort húzott le, egy sort. Ó, gyerekek, komolyan mondom, ez a kombájnos, ez a meg vagyok át. Akarok vinni egy izét, egy darab. Egy kis izét, búzát oda, leburítjuk. Egyelőre, ugye? Mindjárt, nem bírom ki, ezt mindenképpen meg kell vetetni azt a egy tyúkot, gyerekek, ne vicceljetek már. Az egy tyúkot egyessük meg. Hát kerülném a kombájnba, ki kell engednem a szemet. Meg fogom haszni. Jó, nem, 992 szerintem, ezt lehet, hogy oda is fogom hagyni. A gyerekek, ennyi búza bőven elég lesz egy darabig, gondolom nekik. Nem tudom, mennyit eszik egy tyúk. Valaki mondja valamit. Jó, ezt elviszem, azt lebillentem oda. Jó, hát ez egy darabig elég lesz nekik, biztos. Kíváncsi vagyok. Tojást fogunk, gyerekek, termelni. Tojást. Azt mondjátok, meg a kakas minek? És komolyan, vagy minden tyúkolba kell egy kakas, és különben nem lesz tojás? Hogy ez hogy van? Figyeljetek, egyelőre az lesz a szituáció, hogy ide leölti a keeper. A helyre. Úgy. Oké, srácok, ez így jó. Ugye az lenne jó, hogy itt lenne egy gép, amelyik rendezi ezeket. Ez rendesen itt el izé krikányol, hallod? Meg jó, mert ezt nem kell kitrágyázni ugye alóluk, mert a tixort azt nem tudom, fökapkodják meg ezt, hogy várj, hol a lapát, azért jött el valahol. Hallod, a szembe szomszédokban van az izé, jaj, egy hófarom. Ugye, várjál, lapát kőre, adjunk nekik kaját, ne vicceljél. Lapát, tehát mivel más, hát nem mi vagyok én. Fiszi a lapát, hát mi ez izé, mint a Postal 2-ben hülyek. Ugye, adok a tiknak enni, a tikomnak adok enni. Hoztunk. Elvileg gyerekek ide tudom adni, ugye? Ó, jó, oké. Víz nem kell nekik? Most ez tényleg lehet, hogy hülyeség, de... Víz nem kell nekik? Milyen igény? Várjál, gyors, megnézem, ne arra ugye. Jószág, általános szállítás, jó gondozás, lovak, sertés, szarvasmarha. Figyelj, ezért nem is szólt tyúkokról. De. Csak búza kell neki, hiszen e? Én miért hittem? Termék tojást. Hallod? Csak búza, figyelj, ide rakom a lapátot, tesó. Oda nézd, mekkora feelingje van egyébként a csirke izének. Csirke volna. Na, nem jó. Bocsánat, erőt a lapáltam, nem tudom. Ide teszem, figyeld! Jaj, marha, nagyon jó! Ha megnézem a tikomat! Jaj, szia! Ha hogy van? Ja, mi újság? Minek a kakas? Nem írja, hogy kell kakas. Szerintem nem kell kakas. Na, ajtó, tedd be, kire gyere! Nagyon jó. Jó, gyerekek, akkor csak búza kell neki. Itt. Itt meg ugye tudsz venni még, ennyi. Ezek vannak. Ezek mennek meg a bárány felhők. Várja, megnézem a... Ó, nem bírja ki a keeper. Az állat, jószágnál, vagy valaminél, az biztos, hogy valahol itt van. Pillanat, muszáj megnézni.
Trágya szóró, kaszálógép, gyerekek, itt ez, én úgy el tudok ebbe veszni, hogy azt el nem hiszed. Erdészeti jószág. Hurcoló cucc, van-e? Jó, az víz. A szállítás az hol van? Ugye ez lehet, hogy külön van a pótkocsiknál, és lehet, hogy van olyan, hogy állat szállít a pótkocsi. Mi belefogadjuk, nem? Nem ott van? Valami ilyen rémlik nekem, csak nem tudom, hogy miért. Nem. Állatszállítás külön van. Van. Hát írja, hogy mit tudsz elevinni, ugye? Malacot 36-ot, 12 marhát, de figyelj, ez egy tyúkot, azt nem írja, hogy mivel. Most látok olyat. Ló. Semmi, érted? Ez nyúl, mi az? Bárány, meg ilyeneket, de tyúkot nem írja. Lehet, hogy tyúkot nem is tudsz akkor. Tyúkot mindenképp lehet itt kell megvenni. Tyúkot azt mivel szállítod, baze? Nem látok benne ilyet. Na jó, a gyerekek, viszont elbúcsúzom, úristen! Hallod, nagyon-nagyon elment az idő. Köszönöm szépen a figyelmet. Itt, kár, hogy nem írja, hogy mennyi az annyi, nem? Igazából ilyen vagyok ide. Annyi, hogy lehet látni. Hogy van-e neki még búzája. Várj, dobok neki egy lapát, még mennyi megy bele? Azt hiszem 100 egy lapát, 100 liter. Ezt igazából mindjárt kiderül el. Ez azt hiszem 100 literes egy lapátunk. Ugye dobok neki egy adagot még. Egy így. Ja, várj, nem oda kell, hanem ide. Mennyi fér ebbe? Még azt is megnézhetem volna, hogy 100 litert mennyiről teszik meg. Egy tyúk, ezt ki lehet számolni akkor, nem? Jó, te fiú, de miért hittem én azt, hogy víz kell nekik? Valóban ezeknek semmi nem kell, az ezeknek tyúkoknak, apám. Azért bíznék, hogy megnézném, hát az alapszabály, gyerekek. Tikok előtt legyen víz. Mindig ez az alapszabály. Jó, megszaroktam. Jó, kávé szerintem 400 liter az a frankó ezeknek a tikoknak. Én ahogy itt tapasztalom, nem tudom, szerintetek? Szerintetek, hogy jó? Ide rakom. Figyelj, belebökkem a... Ne, de ez nagyon jó, hallod? Mennyire életű? Imádom, gyerekek, imádom. Várj, megnézem magasból is. Igen, és akkor itt arra gondoltam, hogy itt végig. Végig. Tyúkok, disznók, ilyesmi. Állattartás mindenképp hozzá tartozik a farming szimulátorhoz. Nagyon nem foglalkozott bele a keeper, még ilyen, nem tud ilyen alapvető dolgot, hogy a tyúkok mit isznek. Hogy nem iszik a tyúk, hát nem gondoltam volna. Na jó van, gyerekek, elhajtok. Aratás folytatódik tovább, adjuk el a cuccokat, veszünk tyúkokat, meg természetesen majd kellene vennünk földeket, de a tyúk az szerintem jó, mert az folyamatosan ugye tudja termelni a pénzt. Itt meg azért állt meg egyébként, mert itt még nem tudom miért állt meg, mert hülye volt. Na, csácsok, hogy sőt, ezt a csokoládé, sziasztok!